32. alkalommal szervezik meg idén a Bolyai Nyári Akadémiát, a Kárpát-medence egyik legnagyobb szakmai módszertani pedagógus fórumát. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége már több évtizede folyamatosan biztosít képzéseket a közoktatásban dolgozó pedagógusok számára. A júliusi továbbképzésre 450 pedagógust várnak. Teltház előtt kezdődött meg Szovátán a Teleki Oktatási Központ konferencia termében az idei Bolyai Nyári Akadémia. A Pedagógus Fórum hivatalos megnyitóján számos hazai és anyaországi politikai elöljáró, valamint a közoktatásban dolgozó pedagógus is részt vett. Idén mérés, értékelés és fejlesztés témában zajlanak a képzések. Burus Siklodi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke kifejtette, ez három olyan aspektus, amely elsősorban meghatározza a közoktatás minőségét, amelyhez elsősorban innovációra, töretlen hitre, hozzáértésre és egyértelmű kommunikációra van szükség. Van téma bőven a közoktatásban, van elvárás is a kollégák részéről, amit megfogalmaztak, megfogalmaznak évről évre, és mi erre igyekszünk válaszolni. Úgyhogy én állítom, hogy az elmúlt évhez, vagy elmúlt évekhez, akár évtizedekhez, mert 32 alkalommal szerveztük meg, és mi erre nagyon büszkék vagyunk, mindig sikerült újat felmutatni a kollégáknak. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke szerint a hazai magyar nyelvű minőségi oktatás fenntartását prioritásként kell kezelni. Ebben a kérdésben az RMDS és az RMPS egyetért, ezt jól bizonyítja az, hogy az elmúlt időszakban is nagyon jól tudtak együttműködni. Ezt az együttműködést tovább kell vinnünk, tovább kell erősítenünk, mert csak akkor vagyunk képesek hatékonyan részt venni ebben a munkában, hogyha a szakma részéről megkapjuk mindazokat a szükséges út eligazítást, meg útbamutatást, meg információt, meg szükséges támogatást, ami a parlamentben, illetve a kormányzatban nélkülözhetetlen. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által tartott képzések július 26-áig zajlanak Erdélyszerte 9 helyszínen, 15 szekcióban, 450 pedagógus részvételével.